A járész is japán első számú motorolaját a Zeneoszt használja. Emelkednek a gyorshajtás büntetési tételei, augusztus 15-től már nem 39 ezer, hanem 50 ezer a legkisebb büntetési tétel sebesség túlépésért. Jó lesz ez nekünk? Erről szól a mai videó, nyomjatok csengőt, lájkot, like iratkozzatok fel, aztán kezdünk is! Ám még mielőtt nagyon belemerülnénk, Kövessetek minket Patreonon, itt egy halom tartalmunk, többek közt a gonosz Swift elérhető lényegesen hamarabb, és a támogatóink megnézhetik. Na, a lényeg. Az államigazgatás gazgatás az új díszabást, nagyon forró trekkek vannak rajta, július 31-én éjjel közzétett uh, uh, magyar közlönyben jelent meg az új tarifa. Ez augusztus 15-én lép hatályba ha a megengedetnél 15-tel gyorsabban mész, már nem 39, hanem 50 ezres csekk fog reppenni. Fontos viszont, hogy nagyobb sebességnél, 100 km h óra felett, már 20 km per óra a ráhagyás. Extrém esetben viszont, ha a sebesség túlépés mértéke akkora, például ha 50-re 125 mész, akkor a legmagasabb bírság összege az eddigi 390-ről 468 ezerre nő, Hát bár mondjuk azért, aki 50 125-et megy, azért az mondjuk hogy meg is érdemli. Valamivel több mint egy éve történt az Árpád hídi gázolás, ami akkor a közfelháborodást váltott ki, hogy azonnal megkezdődtek a látszatintézkedések. Első lépésben például 30-ról 39 ezerre emelték a gyorshajtás legkisebb büntetési összegét, ami mindenki nevetett egy jót, mert hát nagyjából a hatása volt, mint Fingnak a szembeszélben. Tényleg az az emelés akkor még az inflációt sem követte le, nem nagyon volt visszatartó ereje. Ha akar a amúgy meg, hogy az egy ember halálával járó árpát gázolás ügyében egy év után még csak vádemelés sem történt, pedig annak azért lenne visszatartó ereje, hogyha látszana, hogy egy halálos gázolásért tényleges börtönbüntetés szabnak ki. De ha már AMG GT, akkor ma reggelre is találtak beeső egyet az árokba itt a Váci úton, én nem tudom, hogyha valaki vesz egy ilyen autót, akkor az miért automatikusan azzal, hogy elfelejt autót vezetni. A gyorshajtáshoz köthető balesetek pedig időről időre történnek. Legutóbb például egy AMG Merci verteribe egy suzuki baranyában az 58-as úton. A Mercedes utasai meghaltak, a suzuki ülők súlyosan megsérültek. Viszont amikor az ember ilyeneket lát, akkor nehéz elhinni, de a 2023-as statisztikák szerint amúgy javul a közlekedés biztonság. Például 14.355 személyi sérüléssel járó baleset történt. Ez 2,7%-os csökkenés 2022-höz képest, a halálos balesetek száma pedig 12,7%-kal csökkent. Ami viszont szintén látszik, hogy a gyorshajtás a balesetek 26,5%-ában játszott szerepet, vagyis minden negyedik csattanás betudható a veretésnek is. Ennél több hapszért csak az elsőség meg nem adása a hibás. Viszont nem csak a gyorshajtás büntetési tétele változik. Ha átmész a piroson, 80 rugó, benézett leállósáv 156 ezer forint, kötelező haladási irány megsértése 78 ezer forint, a behajtani tilossal is érdemes volt odafigyelni, mert azért 47 ezer forintba is kerülhet, ennyiből meg lehet élni, mint tudjuk. Ha nem kötött be magad, lakott területen 20, azon kívül 30, gyorsforgalmi szakaszon pedig akár 40 ezer is lehet. Szóval igen, nem árt figyelni, főleg, hogy Budapestet is teleültették trafikkal. Korábban még úgy szólt a fáma, hogy 45 darab egy-egy sáv megfigyelésére szolgáló egységet raknak ki, viszont karácsony közben úgy döntött, hogy 26 darab modernebb kamerát szerelnek fel, amivel majd 46 sáv forgalmát figyelhetik, ezekről mellesleg elérhető a lista. Szentendrei Monostori úton 4 sáv, Bécsi utca utca 2 sáv, Szentendrei út Raktár utca 4 sáv, Árpád híd Népfürdő utca 5 sáv, Váci út Lőporter utca 4 sáv, Bajcsi Zsirinszki út Alkotmány utca 2 sáv, Bocskai út 5 sáv, Tasvezér utca 4 sáv, Petőfi híd Budai híd 2 sáv, Ülői út Vágóhíd utca 4 sáv, Köki 1 sáv, Ülői út Határ út a város felé 2 sáv, Rákóczi híd Pesti oldal 3 sáv, Rákóczi híd Budai oldal 2 sáv, Budaörsi út két sáv, Balatoni út Péterhegyi lejtő egy sáv, hatos út Szavolya Park Duna utca két sáv, és hatos út Növény utca két sáv. És akkor most jöhet a videó vélemény része, ugye eddig tartottak a tények. Ha valaki szeret autózni, joggal akadhat ki a szigoron, viszont itt bejön a buborék probléma. Ha követed a check engine-t, akkor vélhetően szeretsz autózni, márpedig aki szeret autózni, az időnként szereti nyomni és a gázt, ne legyünk álszentek mindenkivel előfordul. Ellenben az autózás szerető emberek alkotják azt gondolom a kisebbséget. Az autózás a többségi társadalom számára egy probléma, amit meg kell oldani. Tehát nem azért ül autóba, mert szereti, élvezi, bármilyen szinten kötődik az autózáshoz, hanem mert egész egyszerűen el kell mennie A-ból B-be, például mert dolgozni megy. És emiatt van az, hogy lényem egy része maximálisan egyetért a szigorítással, hiszen szükségem van rá, másrészt viszont szeretek vezetni, és velem is elő szokott fordulni, hogy gyorsabban megyek a megengedettnél, bár ez ugye a Prius-szal, az mx a maximum 30-as táblánál fordulhat elő. Viccet félretéve, az egyszerű közlekedő jogosan nem akar meghalni egy gyorshajtó miatt. Pedig, ahogy az utóbbi hónapok évek tanulság alapján látszik, ez egyre gyakrabban előfordul.

5 millió jármű fut Magyarország útjain. Ebből 4,2 millió személyautó, 2016-hoz képest ez több mint 24 százalékos növekedés. Tehát alig több, mint 8 év alatt, negyedével lettek többen az autók az utakon, tényleg egy 10 milliós ország vagyunk, és 4,2 millió jut, tehát <laughs> az elképesztően sok sokat hallani ugye az idősevektől, hogy régen mennyivel szabadabb volt az autózás, hogy kimentél a főúton, és mentél amennyivel akartál, mert volt, hogy egy órán át nem jött szembe senki. Hát mostanra ez az állapot tulajdonképpen megszűnt, mert az ország úthálózata nem lett ki lényegesen nagyobb, sem lényegesen jobb állapotú, ugyanakkor lényegesen több autó van rá. És az is érdekes, amúgy, tehát hogy ne legyünk annyira borulátóak, hogy ezzel párhuzamosan a balesetek száma jellemzően csökken. Bár 2023-ban valamivel több baleset történt, mint 2022-ben, a COVID előtti időszakhoz képest lényegesen jobb a helyzet. És ahogy arról fentebb szó volt, a balesetek negyedét gyorshajtás okozza, tehát a sebességhatárok betartatásának igenis van hatása. Nyilván, amikor azt látjuk, hogy 200-zal esik el az AMG Merci az Árpád hídon, akkor nehéz ezt elhinni, de a számok alapvetően ezt mutatják. A másik pedig az, szerint, véleményem szerint, hogy lényegesen gyorsabb autókkal járunk, mint régebben, vagy mint bármikor a magyar autózás történetében. Ha megnézitek például a ma kapható golfot, fókuszt, azt látszik, hogy a leggyengébb motorok is 90 lóas turbomotorok 170-180 nm nyomatékkal, az Astra például 110 lóerőnél gyengébb kivitelben nem kapható, és ezek azért már nem olyan nagyon nehéz autók a mindenféle modern anyag használatnak köszönhetően, ezek mennek, ezek gyorsak, tényleg robbanékonyak. Persze nem mindenki jár ilyennel, hiszen a magyar autópark átlag a percekre van a 16 évtől. De ha most beülsz egy 16 éves autóba, most csak hogyha egy magyar a saját Priusomból indulok ki, az annyira bunkerszerű, annyira merev, már kicsik az ablakai, hogy 90-es tempónál azt érzed, hogy, hogy az autó nem mozog, hogy szíved szerint kiszállnál, mert hogy gyalog gyorsabban odaérsz. És hát most már nem nagyon vannak a magyar autóparkban ilyen szívó dízel hármas golfok, amik nagyjából mozgóforgalmi akadályt képeztek. A modern autóknak a puszta felépítése olyan, hogyha nem figyelsz oda, és egy kicsit jobban rajta hagyod a lábad a akkor pikpak olyan sebességet érsz el, amivel már közúton bajba kerülhetsz. Viszont, megint csak visszanézve a statisztikákra, az is látszik, hogy, hogy az emberek nem lettek gyorsabbak fejben, reflexben, autóvezetési képességben, és ez problémákat okoz. Tehát javul a helyzet, a bennem élő autós az tiltakozik a minden fa mögé telepített Rafipax ellen, de közben azt is látom, hogy például én sem szeretnék meghalni, mert belém durran valami nagyon gyors autó. Nem tudom, hogy azok az emberek, akik eddig három kilóztak esténként az Árpád hídon, vagy a Megyeri hídon, azokat mennyire fogja visszatartani a büntetés, mert oké, okay, most már lényegesen nagyobb a büntetési tétel, talán egy AMG Merc is nagyvállalkozó inger küszöbét is eléri ugyanakkor viszont a kis ember jogosan veti fel, hogy miért engem szivatnak, amikor, amikor mások nem bírnak magukkal. Ez, ez egy örök filozófiai hitvita marad. Minden esetre írjátok meg, hogy mit gondoltok ti, hogyan tennétek a gyorshajtás ellen, vagy hogy általában a gyorshajtás-e szerintetek a legnagyobb probléma. Ezután pedig nyomjatok csengőt, lájkot, like iratkozzatok fel, látogassátok meg a webshopot, és hamarosan folytatjuk.